Jól kezdett a fehérmezes hazai csapat, a fürediek pedig nagyon sok hibával játszottak az első félidő nagy részében. 14-11-es egri vezetésnél fordultak a csapatok. Szünet után viszont jött a rémálom, 6-1-es rohammal nyitott a Balatonfüred, amiben az is benne volt, hogy a 7-6 elleni játékot rendre elrontotta az Eger, és ezt üres kapus gólokkal büntette a vendégcsapat. Ekkor már a hazaiaknak kellett az eredmény után futniuk, ami már korán sem ment olyan jól. Ennek ellenére a végén reális esély volt legalább az egyik pontra, de ekkor 26-25-ös füredi vezetésnél, 10 másodperccel a vége előtt a szerencse és a játékvezetők is a vendégek mellé álltak, akik így 27-25-re nyertek. Nekünk az adott a stabilitást, hogy nem kellett elől szenvednünk támadásban, mert megmondom össze, az Egernek is nagyon komoly védelme volt, jó kapus teljesítménnyel, tehát érződött, hogy itt aki el tud menni 2-3 góllal, az megnyeri a mérkőzést. Na most ez nekünk sikerült, ebből adódott, hogy az előbb említett Bősz és az üres kapus játék, de azért felállt fal ellen is tudtunk úgy gondolom, hogy húzni egy-két olyan váratlant, ami a mi javunkra döntött el a meccset. A közönség támogatását is élvező Eger nem adta fel, az utolsó pillanatig érződött, hogy van esély a pontszerzésre. Kicsit azt sajnálom, hogy az utolsó 5 percben több olyan labdát visszakaptak, ami nem mondom, hogy teljesen jogosan, de igenis lett volna pár labda, amit nyugodtan elengedhettek volna, hogy mi vezessünk támadást, főleg itt az utolsó védekezésnél azzal pont egy döntetlenre kihozhattuk volna a mérkőzést. Lehet, hogy nem érdemeltük meg a másik fél idei játékunk miatt a hibák miatt, viszont a küzdés véget pedig azért megérdemelte volna ez a csapat. A 9. helyen álló egriek idén még egy bajnokit játszanak pénteken, amikor is a jelenleg 8. Komló vendégei lesznek.